kapott gól nélkül tudtuk lehozni. Kicsit csalódva, hogy nem sikerült gólt szerezni, ugye a végén is ott volt a helyzetünk. De hazai pályán szerintem ki tudjuk vívni a továbbítást. Ugye a Punch Arena-ban különösen jók vagyunk, szerintem a nézők mellettünk lesznek 100%-ban, és ez egy nagy töltetet adhat nekünk. Volt az a kérdés, a szituáció, amikor megtoltad a labdát, az eléggé 11-es zsanus volt, mi történt? Azt hallottam, hogy kívül volt a 16-oson kívül, szerintem volt kontakt, nem akartam elesni, kicsit megrántott, annyit épp annyira elég volt, hogy ne érjem el a labdát. Neked is az első félidőben kellett beszélni, hogy ez mennyire zavart meg titeket szerinted, hogy ennyi sérülés volt a meccsen? Számítottam, hogy lehet, hogy be kell állni, ugye tudtam, hogy játékosok sérüléssel bajlódnak, próbáltam úgy készülni, hogy minimum fogok egy 45 percet játszani. Nem tudtam sokat melegíteni, de hát nem volt egyszerű, második fél időre tudtam talán felvenni a ritmust. A maroknyi vidi tábor mekkora plusz tudott adni nektek? Hát ugye egy üres stadionban feldobták a hangulatot valamilyen szinten, de biztos vagyok benne, hogy hazai pályán sokkal nagyobb töltetet fognak adni.